Gyöngéden. Képtelen vagyok rá. Boldogulsz. Érezd a rétegeket. Az emberi hús megadja magát a pengének. Túl heves vagy. Gyöngédebb mozdulatokkal. Jöjj! Jó reggelt, milady. Jó reggelt, Isabel. Ma valami élénkebb színt szeretnék. Hiszen letelt a gyászidőm. Keresünk valami vidámabbat. Távoli barlangok, Északventrésér, Wells. Meg sem kérdezted, honnan van ezen áldás. Nem vagy kíváncsi, hol tanultam a test gyógyításáról? Tudom, számos titkod van, mit felfedhetsz. Talán félek a tehertől, mit most jelentenének. Igaz. Van, hogy előző életünk tudása megváltoztathatja azt, mit élünk. Az én múltbeli életemről tudsz valamit? Titkaimról? Gyermekkoromban egy fiatal nő, egy apáca a szerzeteseknél hagyott. Azt mondta nekik, nincs apám. Ő volna az anyám? Igen. Az ő útja már véget ért. Távozott közülünk, és az angyalok között őriz téged. Sajnálom, Wilkin. Hogy van a fiú? Elveszett. Kétségek gyötrik. Igen. Ahogy mindnyájunkat. Úgy van. Ahogy mindnyájunkat. Lee Jones, Pál András. Katie Sagal, Vándor Éva. További magyar hangok. Cető Zsanett. Bordás János. Lipcsei Borbála. Bognár Tamás. Cető Roland. Varga Rókus. Fazekas István. Laudon Andrea. Bognár Anna. Berec Ube. Lux Ádám,
Elek Ferenc, Mészáros András, Németh Krista. But I do need a name. Father, do you burn if your hand is in fire? Does your head spin with rage when fooled by the lies? King of the kings, do you feel any pain? Do you feel a halál kardja? Írta Kurt Sutter, Charles Murray és Nicole Beatty. Rendezte Paris Barclay. Derék munka. Indulhatunk? Északi ösvény. Ventrisír belterülete. Közelednek! Úgy 1000 yardra járnak! Töröld le a festéket a képedről, Nira! Megmondtam! Csupán őrködni kell lesz! Mit figyeljek, hogy nélkülem a vesztetekbe rohantok? Elég a locsogásból, kishugom! Maradj veszteg! Én aztán nem maradok. Vissza kell térnünk a várba, mielőtt a jó ispán még gyanút fogna. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, Berber, Kálló. Jó reggelt. Hol van Ash? Mi is ezt kérdeztük. Vadászni ment, azóta színét se láttuk. Talán elbóklászott és tábort vert. Ha nyúlra vadászik, mindig délre rak le csapdákat. Azóta többször jártam a tölgyeknél. Akkor elindulunk. Megkeressük az eszementet. Vigyetek fegyvert. Száműzöttek és tolvajok bujkálnak erre. Mi is száműzöttként bujkálunk. Csupán mielőbbi bosszúra szomjazva. Megleltétek már a vétkeseket? Megtudtuk, hogy 4 lovag volt az új intézőnkön kívül. Általa meglesznek a bűnösök. Leon Tell vezette a vadállatokat, kik feldulták a falunkat. Ha elnyerjük bizalmát, végre kiszedhetjük belőle a többiek nevét. Előbb fogy el türelme, mint hogy megnyílna nekünk. Megesküdtél? Leon látványa kínoz. Petra keresztje függ nemesi nyakában. Ahányszor megcsillan zafírja, egyre nehezebb megállni, hogy késdöfjek a szívébe. Ahogy én is szívesen ledöfném, azt ki lemészárolta a családomat. Én meg öregapám gyilkosát. Jó anyám, ugyancsak megérdemli a bosszút. Véget kell vetnünk e fájdalomnak. Nincs oly bizonyíték a kezünkben, mint neked. Az intézőnek élnie kell, míg el nem árul mindent. Féken tudod tartani haragodat? Ha bizonyosan tudod, ki metszett el fia torkát? Elég legyen! A harag bűnösök osztály része. Szükségtek van egymásra. A boszorkára még hallgat. Yeah! Yeah! Nemesi söpredék! Az ördögnek tartoztok ezzel az úttal! Yeah! 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 Gyerünk! Utána! Elkapni! Futás! Gyertek vissza! Futás! Rajta! Az ördögbe! Merre jártál, Medi? A hóhér szállása, uradalmi falu. Akadt egy kis munkánk Marshallal. És hol lett csizmád csupa agyag? Nem szívesen untatlak munkám keserveivel. 9 éves korom óta ismerlek, uram. Nem tudsz nekem olyat mondani, mi ne érdekelne. Már akartam erről beszélni.
Ahogy ragaszkodsz ehhez a színjátékhoz. Miféle színjátékhoz? Megértem, mekkora veszélynek teszitek ki magatokat gyermekeiddel. De ha magunk vagyunk, kimondhatjuk rólam az igazat. Hiszen a férjem vagy. És szívből szeretlek. Nem ez az igazság? Atyám! Igen? Szükség van szolgálataidra, hóhér. Ruhád színe alapján azt hinném, gondolataid nem oly komorak. Nem komorak. Távol járnak. 2 hét múlva Windsorba utazom. Ő felsége hivatott. Felteszem, hasznos iránymutatással látna el. Vagy netán biztosítana együttérzéséről. Sokakat érinthet mélyen más emberek gyásza. Istennek terve van ezzel a nemes hölggyel. Tarts ki az úton, melyen elindultál. Attól tartok, ez igen kényelmetlen út, drága atyám. Bocsáss meg, bárónő. A lázadók ismét lecsaptak. A Bészenkil. Urad szobrát. Megcsonkították az északi erdőben. Gyermekek, arcuk sárgára pingálva. Elcsíptük az egyik haramiát, egy lány. Még 16 sincs. Nem lehet oka csupán ifjonti bolondság? Befestik arcukat, utánozni próbálják megtévedt hőseiket. Bolondság vagy sem, etett felségárulásnak számít. Halálbüntetése jár. Könyörgök, légy határozott, milédi. Minden szem ránk szegeződik, Londontól Price sírig. Gyors és határozott döntéseket kell hoznunk. Minden döntésemet így szándék hajtja. Igaz. Hová valósi a lány? Maga egy jószág várónő. Egy szót sem szól. Már hívattuk a hóhért. Csak megtöri a hallgatását? Beszélek a lányjal, mielőtt bárki megtörne bármit. Várónő? Déli szakadékok, középentrisél. Gyerünk! Ezen jószágokat megcsonkították. Farkasok? Nem farkasok műve. A Ventress vár tömlöce. A Bészenkil ifja kattoboroz. Tudnunk kell, ki ő, és hogy hol bujkálnak a társai. Nyisd ki a cellát. Szavakkal hasztalan próbálkozol. Tép le sorra körmeit. A körtével gyorsabb lesz. Már is, hozom, apám. Csak szaporám.
A lába közé kell dugni. Isten az égben. Ide hallgass, gyermek. El kell árulnod, mit tudsz. Ez nem játék. Ők azt akarják, hogy kínozzalak meg. Elviselhetetlen fájdalmakkal. Kiszedem az igazságot. De ne kényszeríts kínzásra. Nem tudod az igazságot. Sem enyémet, sem másokét. Nincs választásunk. Vele van a hóhér is, pán uram. A bárónő beszélne vele, addig nem bánthatják. Ó, lám! Okoljuk az új intézőt. Legyen, de tudjuk, hogy boldogult volna a korábbi. Mit gondolsz, 17 vajon elég lesz? Ikrek. Részvét ajándék a királytól. Hat lóval egyetemben, és egy pékkel. Ikrek. Jó mulatság lesz. Ez ellenben már kevésbé. Bárónő. Az ispán közölte óhajodat, miután belekezdtünk, milédi. Tüstént abba hagytuk. Kérlek, bocsáss meg. Hagyjatok minket magunkra. Tudod, ki vagyok? Akkor előnyt élvezel, hisz azt sem tudom, hogy szólítsalak. Ha elárulod a neved, azzal nem ártasz senkinek. Nem árulok el semmit. Felőlem megkínozhattok. Én csupán az igazat akarom. Mi a támadás oka? Gyerekes tréfa volt? Vagy a lázadók festéke arcodon elszánt célt mutat? A Bészenkél végül visszaveszi hazánkat. Vesz szabadságára vágysz. Hogy ismét egész legyen. Egy a célunk. Küldök valakit, hogy lássa el az ujjadat. Vallomást tett? Nem, továbbra is makacsul hallgat. Akkor megdolgozzuk, míg nem szavai gyorsabban folynak, mint a vére. A szavak gyakran hazudnak. Ügyeljünk a beszédesebb részletekre. Ruhája sós vízben ázott. Bőre vörös a tengeri szelektől. Halászfaluból származik. Ha az északi ösvényen csípték el, feltehetően Penfrasmaorból. Bámulatos asszonyom. Igen, egyszerű, jó ispánom. Gyűjts kíséretet. Néhány derék lovagot. Elmennék a faluba, megkeresni a családját.
Ha kárpótolnak minket, megmenekülhet a lány. Engedd, hogy katonáink idehozzák a családot, bárónő. Legfontosabb a biztonságot. Oly nagy a kockázat, hogy nem bízhatjuk Istenre. Akkor elvisszük a jó papot és Gavin mestert. Lelkész és hóhér. Mindenki mellettünk áll. Ecce, cruce, domine, fugite, pierdes, adarsi. Anyám! Penfrasmaur, északi-tengerpart. Anyám, nemesek jöttek. Egy lány családját keresik ki, festett arccal megtámadta a báró szekerét. Csak Nia lehet. Nem tudtam, hogy elcsípték. Féleszű bolond! Csupán... bizonyítani akartam anyám. Niának nem kellett volna... Tartsd a szádat! Siess barátainkhoz. Szólj a farkasnak, hogy bajban vagyunk. Már is. Vigyetek a fogást a faluba. Bocsáss meg, anyám! Ha nem lennének itt, esküszöm az égre, kibeleznélek, mint egy tőke halat. Báronnő, mi szél hozott vidékünkre? Nem tartanálak fel napi teendőidben azzal, mit már tudsz. Mi legyen? Büntetéssel sújtasz le ránk? Nem. Jogos alkut ajánlok. Megkíméljük lányod életét, ha cserébe adsz valamit. Ó, megkaphatod mindenemet. A halat és a nyomort. Megismerném vezetőtöket, kit farkasnak hívtok. Megszerveznéd? Bárónő. Szeretném tudni, mi oka van a lázadásra, hogy mi ösztönzi. Tán békés megoldásra juthatunk. Nem tartanálak fel napi tétlenségedben azzal, mit már tudsz. Nem ismerem ezt a farkast. Feláldoznád érte gyermeked életét? Úgy kevesebb szájat edetnék. Végeztünk, asszonyom? Szemed ridegen tekint rám, de tudom, sajog a szíved. Hogy van a te szíved, Lori Love Eberfra? Vajon az is sajog? A szeretett Velszi nagyúr lánya egy angol harci kutyával bújt ágyba. Arcátlan! Hagyd! Mindent tettem. A múltban és a jövőben is egyetlen szándék hajtja. Megállítani a vérontást és az elnyomást. Nem is értem, miért gyűlölsz oly nagyon. De úgy látom, te sem érted, mennyire szeretlek titeket. Ó,
Asszonyom, az a legény, úgy láttam, jöttünkkor anyját magára haragította. Talán tud valamit. Ne fárasszuk a bárónő gyermeki ostobasággal, hóhér. Ellenben, ha a legény mégis tud valamit a lázadókról, Puga enyhébb büntetést nyerhetne. Úgy van, a törvény megengedi. Kérlek, bírd szóra a legényt. Mi a neved? Mabon. Nem tartott sokáig. A húgodnak letíptem a körmeit, akkor sem árulta el a nevét. Családotokban csak a nőkben van kurázsi. Sejted, hogy mi lesz a kis húgoddal? A törvény szerint halálbüntetés jár neki. Árulásért. Én elküldtem volna. Csak hogy elcsípték, mert nem vigyáztál rá. Hisz még gyermek. Úgy van. És te megmentheted. Légy derékbátyja, védd meg. Ha elárulsz valamit a bárónőnek a lázadókról, mondjuk egy tervüket, azzal megmenthetnéd húgodat bárdomtól. Nem tudok semmit. Úgy hát gyáva vagy. Halálba küldesz egy lányt önmagad helyett. Elvesztése örökre kísérteni fog. Ha mondanék valamit, ugye nem árultak be anyámnak? Azt mondom, más faluban hallottuk. Ne kényszeríts rá, hogy kimetszem a szádból. A falunk határánál, egy ösvény mellett, van három füstölő kunyhó. A harmadikban nincs hal. A lázadók ott tartják fegyvereiket. Deréklegény. Szavamat adom, hogy nem tudják meg árulásodat. Griffith rájön, hogy itt jártunk. Intézőnk már tovább is adta a hírt. Üzenj a farkasnak. Mondd, hogy meg kellett mentenünk a lányt. Talán megértőbbnek bizonyul az anyjánál. Majd szerzek neki új fegyvereket. A szavamat adom. Megvan a vacsoránk? Hol marad a sok tucat kenyér? Felteszem, tanúja voltál egy csodának, mivel egy légiónak elég hallal jöttél meg. Farkas éhesen ébredtem. Én meggyűjtök egy kis tűzifát. Kálló végre meghozta étkünket. Kell hozzá legalább egy hétre elég tűzifa. Amit láttál? Ha szólsz nekik? Hited csak is rád tartozik. És ha más szemében eretnekségnek számít? Isten számtalan névre hallgat, jó mór. Csupán gyávák és tudatlanok ítélkeznek arról, mi helyes, helytelen. Te milyen hitet vallasz? A természet ismerete pogány áhíthatra utal. Az én uram megmutatta nekem az egyenes utat. Az igaz hitet.
és az utat, mely igaz a hitben. A király istenének igéje? Nem. A tiéd. Korán. 6. fejezet, 161. vers. Vigyázz! Támadás! Lázaro! Vigyétek a bárónőt! Vigyük biztos helyre! Asszonyom! Fogd ezt! Sérültél? Kissé felkavart a támadás, de nem esett bajom. Köszönöm, gevénymester. Bárónő! Köszönöm, hogy gyors voltál, marsal. Milady, hála az égnek, hogy nem esett bajod. Hogy vannak lovagjaink? Apró sérülések, nincs halálos. Helyes. Úgy vélem, ez épp elegendő izgalom volt egyetlen napra. Hamarosan alkonyodik. Úgy van, Milady. Menjünk tovább. Gyere. Milady? Köszönöm. Biztos, hogy nem ennél valami tartalmasabbat? Épp elegendő, köszönöm. Kell az erő, ha ismét lázadókkal küzdenél. Nem kockáztathatsz, Milady, őrültség. Emlékszel, hogy volt anyám, Isabel? Hogyne? Igen, kedves hölgy. Megnyugodtam. Titokban attól tartottam, azt képzeled, hogy ő vagy. Kötelességem gondoskodni jólétedről. Jó reggelt, Milady. Szánnál rám néhány percet? Szívesen, jó ispánom. Találkozunk a kertben, anyám. Megtaláltuk a lázadók Penfrász Maurban elrejtett fegyvereit. Pompás! Úgy elengedhetjük a lányt. Ezt a támadás előtt ígértük meg, Milady. Hogy lehetsz így könyörültes? Midőn a te életed forgott kockán? Ha nem vesszük a lány fejét, azzal gyengének tűnnénk. Tudatában vagyok annak, hogy ezzel mit kockáztatnék, Milos.
Még megfontolás alá veszem. Netán más is nyomja szíved? Igen, bárónő. Szöget ütött a fejembe tegnapi követelésed. Valóban találkozni akarsz a farkassal? Én mindig komolyan beszélek. Bárónő, ebben a percben királyunk dönt sorsáról, Ventrisírnek. Ha úgy véli, tetted vezérlője pusztán női kacérság, vagy Velsz pártolása. Ez nem igaz. Nem, természetesen. De bizalmas tanácsadóként megkérnélek, hogy hallgasd meg véleményemet, mielőtt olyat tennél, mit később megbánnál. A páró hallgatott rám. Hálás vagyok bölcsességedért, Milos. De, mint tudod, én nem vagyok a férjem. Azért köszönöm tanácsodat. Megnyugtató látni kora reggel ima közben. Én magam járok jól vele. Talán szükségtelennek érzed. De itt vagyok, ha elmélyedésre vágynál. Köszönöm, de félek, vétkeim csupán Istenre és lelkemre tartoznak, atyám. Tudod, hol találsz, ha meggondolnád magad. Erős kéz egy tanult embernek. Még nem láttam papot, ki így lóbálta volna a buzogányt. Ezt nem tanítják a szemináriumon. Mindnyájunknak van múltja, jó medé. Jó reggelt, asszonyom. Atyám. Bárónő. Szívből remélem, nyugodtan pihentél a tegnapi izgalmak után. Így volt. Köszönöm. Kartforgatónak is kiváló vagy. Megkockáztatnám, hogy képzettebb vagy legjobb lovagjainknál. A kartforgatás mesterségem része. Bárt csapással büntetni kegyetlenség. Mit tegnap láttam, kifinomult kartforgatás. Rejtély vagy számomra, gevénymester. Miképp önmagam számára is, Mirédi. A döntésem. A lányról? Ítélet, melyet kötelességből hoztam. Azért mutatkozol, hogy segíts? Vagy hogy kísérts? A választás a miénk, minden találkozásunkkor. Neked kell döntened. Szívből sajnálom.
utolért végzetem. A megfelelő időben, a megfelelő okból. Hogy éljek tovább? Ha végre nem csupán vétkek után kutatnál, Wilkin, meglátnád, hogy mi helyes. Csupán karnyújtásnyira van. Anora! Gyógyító! Mi bántja szíved? Mindez az egész? Tudom, látod angyalomat, de látod démonaimat is? Kiktől megbékjóz a félelem nap, mint nap? Mi teremtjük démonainkat? Hát most teremtek még egyet. Egy 15 éves lány. Megtanultad, mit tégy? Wilkin! Fivéreidnek szükségük van rád. Aggasztó híreket hoztak. Megtaláltuk es csapdáit. Mind tele, vérrel és hússal. Övé? Nem tudjuk. Ott hever gyógyfüves zsákja. Csupa vér. Ó, Isten az égben. Prémvadász! Mi bajod? Hová az ördögbe mentél? West Riverbe. A kedvesemért. Ideje volt megnyírni. Most sokkal csinosabb, ugye? Hogy mennyit kerestem? Hé, igen, tudom. Ha nem nőtt volna hozzám, fütykösem is elhagynám. Jó, ne nógass már. Keverd el vissza. Igya meg egy órával az ítélet végrehajtása előtt. Enyhíti fájdalmát. Jó. Nyughass már, asszony! Mindjárt pihetsz! Jó boszorka? Bolond prémvadász. Édd meg ezt. Kérlek, ne dacolj. Így áll. Hamarosan lecsaphat pengéd. Úgy van. Mit tettél? Tegnap a tengernél, hogy úrnőnkhöz fordultál terveddel.
Ne merészeld még egyszer. Velem tanácskozz. Először. Én döntök arról, halhatja-e. A bárónőt szolgálom, nem téged. Gawain Maddox szolgálja a bárónőt. Will Kimbrattle hozzám tartozik. Ne dacolj velem, kisember. Mert elpusztítalak. Testben és lélekben. A félelem ölti fel a merészség állarcát. A merészség legkedvesebb állarcom. Nincs mitől tartanom. Közös titkunk mindkettőnknek árthat. Nem vagy tán bűnös, amiért eltitkoltad az igazat az úri szék elől? Ez igaz. Miképp te is. Elveszíthetem pozíciómat. Te meg. És katonád. És feleséged, és gyermeked. A leleplezéssel elveszíthetitek fejeteket. Már várnak rád, apám. Köszönöm, szerelmem. Kedves. Jöjj, Isabel.
Szükséged van még valamire? Nincs. Köszönöm. Jó ét, bárónő. Jó ét, hűséges leányom. Derekasan küzdöttetek a minap. Csak is csatában tanulhattok. Kit szolgáltatok, Medogot? Nincs kifogásunk a Velszi katonák ellen. Különösen, ha már eltiportuk. Az egy másik életben volt. Jobb szeretünk a jelen dolgaival törődni. De nagyságotokról sok regét hallottunk. Vagy tán csak szóbeszéd, mint az árpás gazdákról beszélnek? Nem. Ott voltam. Felégettük a falut. Azt mondom. Mi is törődjünk csak a jelennel. Élvezzük-e pompás nedűt. Sir Norton, megvan a második vétkes is. Egy hónap volt, hogy ezt megtudjuk. Vajon ennyi kell a többihez is? Ha szükséges. Megesküdtél. Igaz. Az intéző élhet. Pusztuljon ez a sátán.